Sziasztok, már 50 ezeren vagytok, ez hihetetlen, no nem azért, mert ennyire szerény vagyok, hanem amikor elkezdtem a csatornát, akkor körülbelül akkor mondta sok videós azt, hogy már megunta a Minecraftot és abba hagyja. Szóval nem túl nagy jövőt jósoltam a csatornának, mármint a jövője az rajtam múlik, ez így nem jó. Nem túl sok feliratkozót jósoltam neki, szóval így visszagondolva hihetetlen, hogy ideig eljutott, és reméljük még tovább is jut, nem csak ennyi volt. Sok ötletem volt erre az alkalomra, de mindegyikkel volt valami probléma, vagy túl sok idő volt megcsinálni, vagy végül nem is volt kedve megcsinálni. Na meg ott van az is, hogy mostanában a karácsonyi pályára próbálok ráfókuszálni. Idén is lesz karácsonyi pálya, és most arra próbálok ráfókuszálni. Úgyhogy próbálom egy kicsit felgyorsítani a videókészítés folyamatát. Ezért is volt régen daráló, mert azt sok idő megvágni. Hosszas tanakodás után végül úgy döntöttem, hogy ez a videó egy kicsit szóljon a nosztalgiáról, és összegyűjtöttem egy rakás, szerintem vicces videó elejé sketchet. Mondhatjuk talán névjegynek is, hogy minden videó elején van valamilyen teljesen véletlenszerű jelenet, egyáltalán nem feltétlenül kapcsolódik, sőt, sosem kapcsolódik a videó témájához, valami rövid poénos jelenet. Ezt annól azért kezdtem el, mert volt egy, ha jól emlékszem, Reston bemutató, és a felvételen is sokat bakiztam, egyébként is időnként olyan zötyögősen megy egy videó elindítása, és aztán ötödik próbálkozásra sikerült csak, és annál felvételni valahogy annyira viccesnek tartottam, hogy folyton megakadtam a szövegben, hogy egy kicsit sajnáltam volna kidobni, ezért egybevágtam, és beraktam az intro elé. És onnantól kezdve ebből szokást csináltam, mindig összedobok valami véletlenszerű jelentet. Néha előfordul, hogy bakit rakok be, de jellemzően ezek előre kitalált jelenetek, amiket külön felveszek. Tulajdonképpen egy kicsi videó a videóban. Szóval ezekből gyűjtöttem össze egy csokrot a legviccesebbek közül. A másik dolog, megváltozik a csatorna intrója. Otto készített nekem egy király intrót, amit hamarosan láthattok. Neki is van egy csatornája, látogassátok meg, és hogyha megtetszik, amit ő csinál, ott iratkozzatok fel. Hát igazából ennyi a beszélős része, nagy változás nem lesz a csatornán, továbbra is Minecraft, egy parancsosok, resource packek. Annyi, hogy szeretnék egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni az egy parancsosokra és a resource packekre, úgyhogy ezekből tuti több lesz. Illetve a darálót se szeretném abba hagyni. Szerintem karácsony után össze is dobok egy részt, meg megpróbálom egy kicsit gyakrabban összehozni a dolgot. Tehát nem könnyű ezt, mert nincs sok szabadidőm, ezt nem főállásban csinálom. Szóval még egyszer köszönöm sok feliratkozást, támogatást, lájkolást, minden, de főleg támadást ugye természetesen. És azt a rengeteg rajzot, amit kapok tőletek playteken, illetve mindshowkon. Hát akkor lássuk az új intrót, és jó szórakozást a kis nosztalgiázáshoz. Remélem nosztalgia lesz, mert megnézitek az összes videót. Csikizem. A nőket csak, hogy tudd! Egy daráló, ami nem szeletelő, amiben nincsenek repülőmalacok, amiben nem tudtam meg semmi újat, és nagyon szexi a hangom, figyelj csak, Sziasztok! Tudtátok, hogy 1.8-ban ki lehet önteni a tejet? Megmutatom. Már csak melmen, rögtön jövök. Alex, mire készülsz? Megvizsgálom a prostatádat. Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogyan tudtok hákat rajzolni Paintben. Először is kattintsatok a ceruza ikonra, itt látható, és választatok ki fekete szint, nekem most pont az van kiválasztva. Rajzoljatok egy karikát, így, nagyjából így, nem kell pontosan, azután egy vonalat, így, nagyjából így, és még pár vonal, egy kis színezés, és kész is van. Köszönöm, hogy néztetek, remélem sokat segített. Hallod? Ez ha? Nagyon nagy. Kaptam egy pályát, beraktam, azt mondja, így kezdődik. Szia Csabusa, élvezd jól magad a pályámon. Nem, mert mondjál el neki valami. Nem tudom, mit mondok rá. Élvezd jól magad. Hú, de pervers. Mi ez?
Megjelent Csabusa első léggitár válogatás albuma. Benne olyan klasszikusokkal, mint a Hová lett az immórendszerem, Szárazbéltó nedves partján, Kézikönyvkeringő, a repülőmalac vallomása. Rendelje meg most kedvezményes áron. Sziasztok, Csabusa The One vagyok. Ez a Darálósok, ahol a Minecraft történelem legrosszabb kalandpályáit nézzük meg. Ha darálni akarok, ha darálok, darálni valódi mindig találok. Vacsukor, pastorverek, farjágó, megjavult végre a daráló. Lássuk, mi van az interneten. Micsoda? Szárnyas malac? Ne! Sziasztok! Tudtátok, hogy az első 1.9-es snapshotban a játékosnak három keze van? Meg is mutatom. Átveszem a kardot a bal kezembe, a jobba fogok egy íjat, és tudok vele lőni. Ki tudom húzni, tehát van még egy kezem. Hello! Kattints a képen látható gombra és várj, ha egy perc múlva sem történik semmi, nyomd meg újra. Hogyan rajzol csatornaképet két lépésben? 1. Húzd meg egy körülbelül 5 cm-es vízszintes vonalat. 2. Kérd meg ezt itt, mert rájöttél, hogy tök béna vagy. Na? Most te mit mondjak? Mit gondolsz? Hát, hogy így van. Emberek, eljött az idő. Összeszedtem minden bátorságom, már épp itt volt az ideje, és úgy döntöttem, megteszem. Ezzel tartozom az utókornak. Megtettem. I have a pen, I have a apple, apple pen. Na. 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 La mi mamo, mi mamo, mi mamo.